Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ella Jakab a közlekedő tömegtől. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy sikerült ide közlekednie? Hát most busszal, de lehetett volna trollival is. Fűtés volt a buszon? Volt. Tehát akkor nem fázott? Nem fáztam. És rétegesen öltözködött. Mesélj el nekem, hogy mik ezek az új trollik most, meg ezek az elektromos buszok. Ezzel tulajdonképpen a lábnyomainkat tüntetjük el, hogy következő században is emberek élhessenek még itt a Földön, vagy mik ezek? Az biztos, hogy folyamatosan fejlődik az elektromos közlekedés, az elektromos autózás, illetve mostanra az elektromos autóbuszok, trolibuszok is egyre nagyobb teret nyernek. Ugye trolibuszok már régóta léteznek, viszont ott sok a kötöttség, hiszen csak menet közben egy vezetékhez voltak kötve, és mindegyiknek megvan a hátránya jelenleg. Tehát jelenleg egy elektromos busz az nem képes azt a teljesítményt nyújtani, mint egy dízel busz. Tehát egy elektromos busszal nem lehet egy egész napos... De legalább nem szennyezi a levegőt. Így van. Technikailag nem tudják azt csinálni, mindenki magából indul ki. Én nekem egy hibrid autóm van, ami megy is, meg elektromos áramot is termel magának. De természetesen. És nem dízel. Természetesen ezt is lehet, tehát, hogy az alternatív hajtásokat folyamatosan kísérleteznek velük. És ez az autóbusz alternatívat is tud, vagy csak elektromos? Vannak hibrid buszok is, egyébként Budapesten is közlekedik nagyjából 25 hibrid busz. Azért nem látjuk őket gyakran, mert a külvárosban cinkot a térségében, de közlekednek Budapesten hibrid buszok, egyébként gázüzeműek is, illetve most fognak érkezni olyan trolibuszok, amiknek már nem kell felső vezeték, leengedik az áramszedőjüket és mennek tovább. Nyilván ezzel nagyon sokáig nem jutnak, de 4 kilométert garantáltan meg tudnak itt tenni. A trolibuszokat, ha jól emlékszem, a volt Szovjetunióban tökéletesítették, és annak idején őtőlük kaptuk még az elsőket ajándékba. Kérdés, hogy a mostaniak mennyire tudnak meglenni? Azt mondja, hogy 4 kilométer, de utána, hogyha fölteszik az áramszedőjüket, akkor újra töltődnek? Így van, tehát akkor mehetnek tovább, és egy olyan nagyjából 15-20 perc kell, hogy újra visszatöltődjön az akkumulátorok, és akkor újabb 4 kilométert tudnak menni. Ez egyébként rengeteg lehetőséget kinyit. Tehát a most nagyon olyan örökségekkel küzd a budapesti trolli hálózat, ami egyszerűen nem követte le azokat a változásokat, amik az elmúlt 15-20 évben, vagy 30-40-ben inkább történtek. Most már egészen átalakult a város szerkezete, a lakosság. Míg az elmúlt években autóbuszvonalak összekötésével a városon átmenő buszvonalak jöttek létre, trolliból ezt eddig nem lehetett megtenni, viszont most itt lesz a lehetőség. Az annyit jelent, hogy olyan helyen is mehetnek, ahol nincs meg a felső vezeték, és akkor valahol majd rákapcsolódnak a felső vezetékre? Pontosan így van. Tehát most... akkor ki fog szállni a trolli vezető, azt mondja, hogy 15-20 perc, amíg feltöltődik. Na most, Nem. Tehát menet közben töltődik fel természetesen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy jön mondjuk, tegyük fel a 72-es trolli, eddig csak az Arany János utcáig jött be, visszafordult a belváros előtt, hiszen nem ért el a Deák teret, a Calvin teret, itt az Asztóriát, itt van a közelünkben. Itt leengedi az Arany János utcánál az áramszedőt, elmegy egészen a Calvin térig, és ott felteszi egy gomnyomással, és megy tovább, akár egészen Kőbányáig. De hát ez nem egy gomnyomással megy, a troli vezető hölgy vagy úr kiszáll a troliból, előszed egy ilyen nagy pálcát, mind amivel halászni mennek, lehalásza az áramszedőt, egyet, aztán a másikat, összecsukja a halászpálcikáját, fölbaktat a gép a járműre, és elindul. Gondolom, hogyha majd vissza akarja tenni, akkor ugyanígy le kell szálljon. Egy modern trollibusznál ez már tényleg gomnyomásra történik, erre megvan a technológia, lehet ilyen terelőidómnak nevezett eszközökkel, csak be kell állni alá, és gomnyomásra szép lassan felteszi az áramszedőt, akár amíg a megállóban áll, és éppen szállnak fel az utasok, az alatt ez meg lehet csinálni. Van ilyen vonal egyébként Budapesten, most épp a 79-es troli csinálja ezt rendszeresen.
azt mondja, hogy ezzel tulajdonképpen a belső, a város belső kerületei is meg lesznek oldva, ahol nincsenek felső vezetékek? Így van, tehát így, itt például óriási lehetőség van akár a 74-es troli fejlesztésében is. Most az ugye visszafordul az Asztóriánál, itt a Károly körútnál, de tovább mehetne a Deák térre, ahol eléri a 3-as metrót is. Ez rengeteg kerületinek is segítene, illetve rengeteg átutazónak, összességében több ezer, akár több tízezer utasnak lehetne így kényelmesebb az utazása, és ez nem kell nagy beruházás, egyszerűen csak az kell, hogy a hamarosan érkező trolikat úgy használják fel a BKK-nál, az a döntés szülessen, hogy ilyen vonalakat hoznak létre, amik a meglévő vonalak hiányosságait kipótolják. Ezek az elektromos buszok tulajdonképpen, amik érkeznek, amik nem hibridek, hanem elektromosak, ők mennyit képesek menni? A sima hagyományos elektromos buszok most olyan nagyjából 150 kilométerre vannak kalibrálva, nagyjából ennyi most a reális egy elektromos busznál. Éppen ezért van óriási jövője a trolibusznak egyébként, mert itt rendelkezésre áll a meglévő felső vezeték, és ezt a 4 kilométert ezt nagyon stabilan tudják hozni. Tehát ezt a legrosszabb körülmények között is hozzák, és ezzel már önmagában nagyon sokat lehet fejleszteni, hogy itt trolibuszok érkeznek. Lehet, hogy eljön majd az a pillanat, amikor már nem fogjuk tudni szétválasztani, hogy mi a trolibusz és mi az elektromos busz, de egyelőre még mindkét területen van. Az előbb említette, hogy a trolibusznak az újratöltéséhez nagyon rövid időre van szükség, illetve abban a pillanatban, hogyha az áramszedői fönt vannak, akkor mehet tovább, és föltölti azt is, amit elhasznált a 4 kilométerre. Vajon a buszoknak mennyi ideig történik, amíg újra töltődnek, amik nem hibrid buszok? Az elektromos buszoknál ez egy-két órás folyamat. Itt nyilván folyamatos a kísérletezés és folyamatos a technológia. Tehát simán lehet, hogyha most mondok valamit, az elavul holnapra. Hollandiában például olyan elektromos buszokat használnak, amik azt hiszem, hogy akár egy ilyen 3/4 óra alatt teljesen fel tudnak tölteni egy speciális rendszer segítségével, de ez még kísérleti technológia, ennek ki kell alakulnia. Tehát itt most azt látjuk, hogy most már valóság, hogy elektromos buszokat lehet venni, de még mindig nagyon drága, és még mindig nem olyan megbízható, mint egy dízel. Tehát akkor ez a troli egy nagyon jó középső megoldás. Egyelőre igen. Tehát, hogy most ez, hogy új trolikat szerez be a főváros, ez nagyon bölcs lépés. Egyrészt a régi trolikat egyébként is elejtezni kéne, valamivel kiváltani őket. Másrészt ezzel, hogy már csak 4 kilométert meg tudnak tenni, óriási lehetőség van a teljes hálózat újra gondolására. Ugyan nem az ön specialitása a biciklis forgalom, de mit ajánl az ön generációjának? Szabad-e ilyenkor biciklit használni, amikor téli időjárással? Hát lehet, hogy megvannak a hátrányai, viszont az kétségtelen, hogy aki biciklizik, az mozog közben, mégis megvan a napi betevő. Általában egyébként az immunrendszere is jobb lesz, hiszen hozzászokik a terheléshez. Tehát az a tapasztalat, hogy kevesebben betegszenek meg azok közül, akik bicikliznek, hiszen ők már edzve vannak ehhez. Hogyha valaki ilyenkor is biciklizik, akkor nagyon jól teszi. Természetesen ugyanúgy oda kell figyelni a közlekedésre. Tömegközlekedés, vonatok. Egyre erről a múltkor is beszélgetünk, ritkítják a vonatokat. Mik a legújabb információi? Visszaáll-e azokon a bizonyos területeken is a vonatközlekedés, vagy kiváltják őket pótlóbuszokkal? Ezt most még nem tudjuk. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy nem teljesen tiszta nyilatkozatot adott ki, hogy tart a felülvizsgálat. Egyelőre úgy tűnik, hogy megússzák a mellékvonalak a bezárást, de ez egyáltalán nem biztos, ez egyáltalán nem 100%-ig jelenthető ki. Továbbra is napirenden van, hogy esetleg pótlóbusszal váltsanak ki vonatokat. Ez természetesen nagyon rossz ötlet lenne, és őszintén reméljük, hogy az lesz a vizsgálat eredménye, hogy megmaradnak a mellékvonalak. Amíg nyáron az a kérdés, hogy mennyire vannak a járművek, legyen az vonat, villamos, avagy busz, vagy trolibusz, hűtve, a kérdés most, hogy mennyire vannak fűtve.
Például a villamosok, amik Budapesten közlekednek, avagy a vidéki városokban, azok kellőképpen fűthetőek? Az újabbak igen, éppen ezért fontos, hogy tartson, folyamatos legyen a járműcsere. Egyébként ebben egész jól áll most Budapest, hamarosan új villamosok is érkeznek, bár azok már csak nyárra fognak valószínűleg forgalomba állni, de ezt nagyjából egy éve lehívták, megrendeltek egy újabb adag villamost. Ez melyik, mi a 4-es, 6-oson közlekedik? Nem, ezek a KAF villamosok, amik az 1-es villamos vonalán, illetve a 19-esen, a Budai Fonódon és a 3-as villamoson közlekednek. Ezek hűthetők és fűthetők, gondolom. Igen, igen. Tehát ilyen szempontból ezekkel a villamosokkal nincs gond. Értem, hát akkor annyi maradt hátra, hogy megkérjük a közlekedő embereket, hogy figyeljenek oda, és ne csak arra, hogy a biciklikön, illetve az autójukon, az autóbuszokon milyen gumik vannak, hanem hogy milyen cipőbe közlekednek ilyenkor, hogy a baleseti osztályok ne legyenek tele. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A szűk negyed órában Bella Jakabot a közlekedő tömegtől, az elnöke most a szervezetnek, elnökét látták és hallhatták, akik önkéntesen jönnek be a stúdióba, önkéntesen dolgoznak csak önökért. Van már valami számlaszámuk is, ahol támogatni lehet önöket? Van, de még nem tettük közzé. Majd ennek is meg szeretnénk találni egyrészt a jogi oldalról is stimmeljen, másrészt elsősorban a működésünket azért többnyire fedezi, tehát hogy gyakorlatilag egy honlapunkat kell fenntartani, szerencsére több kiadásunk. Köszönöm, és jó munkát kívánunk, és akkor most következik a Mindentől Független híradónk. Elmondom, utána vendégeink lesznek Marsai Viktor, Bródi János, Kisner Péter. Ez a mai kínálatunk. Tartsanak velünk továbbra is.